Szagos a rozmarin, földre hajlik az ága. Pántlikás kalapom, a hideg szél fújdogálja. De fújjad szellő, úgysem soká fújdogálod már, mert a Ferenc Jóska katonája leszek már. Újra felcsendülnek a csíknóták Gödöllőn az egyetem sportcsarnokában. Szabó Attilával, a zenekar hegedűsével beszélgettünk, aki bár gyermekéveit Gödöllőn töltötte, mégis a tavalyi év volt az első, hogy a városban zenélhetett. Én már 95-től játszottam a csíkzenekarban, és ugye kezdetekben mi egy hagyományos típusú, régivágású paraszti zenét játszó zenekar voltunk, autentikus népzenével, táncházakkal, táncüttes kísérete, de ahogy ez annak idején szokás is volt minden zenekar életében. És az igazán érdekes találkozás az volt, amikor egyszer Egerben volt egy kis pár koncert, és előtte a klubnak a vezetője segítségén tudtam beszélni a Lovasi Bandival, és kértem tőle, hogy hagyj vegyem már fel a koncertet, mert nekem roppantul tetszett az ő koncertlemezük, aminek az volt a cím, hogy Happy Birthday, ez a 10 éves kis pár jubilómi lemez volt, és akkor jó fej volt, és mondta, hogy nyugodtan vegyem fel, csak ne adjam ki. És szóba elegyedtünk, és akkor elmondta, hogy ő éppen a akkor készülő szólólemezére keres egy hegedűs, nem ismerek egy hegedűs. Hát mondom, speciál magamat ismerem, mit kell játszani. És akkor elmondta, és pár nappal később fölvettük az Apa övének a csatya című számot, és ez egy nagyon érdekes barátságnak és munkakapcsolatnak lett a kezdete, hiszen az Andrással nagyon sokat dolgoztunk együtt, és sokat hívtak utána a Kispálba is közreműködő zenészként. És az egészben az volt nagyon érdekes, hogy egyszer 2005-ben volt az, amikor András azt mondta, hogy mi lenne, hogyha a csíkzenekar lenne az egyik pesti nagykoncertjüknek az előzenekar. És mondtuk, hogy hát a jó ötlet, hogyha megúsztuk évből, akkor szívesen elmegyünk, mert az ő közönség rétegük nem kifejezetten a táncházas közönség réteg volt. És elmentünk, de előtte ugye megbeszéltük az Andrással, amit ő először csak poénnak mond, hogy játszatok el pár kispár számot, és akkor nagyon fognak szeretni benneteket. És akkor én elkezdtem gondolkodni, nem is rossz ötlet, hiszen nekem azért már gyerekkoromtól ott volt az agyamban ez a népzenei dolog, és aztán ugye már népzenét is játszottunk, csak az, hogy hogyan lehetne a gyermekeket valamilyen módon rávezetni erre a magyar népzenére, hogy ez nem rossz. Ez nem rossz dolog, és ezt lehet szeretni, és ennek nagyon jó értékei vannak, és nagyon fontos értékeket képvisel, és mutat meg az emberek számára. És nagyon sokat, tehát a magyar embereken kívül általában mindenki imádja a saját népzenéjét, ezt a magyar emberek a saját népzenéjüket azt mondja, hogy ilyen cikinek tartják. Ez egészen sokáig így volt. És akkor elkezdtem gondolkodni, hogy esetleg ezen keresztül nem lehetne azt a dolgot, ami én is nagyon sokszor elgondoltam, és akkor ennek az érdekében elkezdtünk csinálni a csíkzenekarra. Megcsináltunk 3 számot arra bizonyos koncert, és ez olyan sikeres volt, hogy ennek nagyon gyorsan híre ment, és elkezdtek a közönségből a koncertek előtt, mert a koncerteken mindig úgy kérni, hogy a kispárszámokat játsszuk már el, meg hogy voltak azon a kispárszámok. És egyre népszerűbb lett olyannyira, hogy rátettük az éppen akkor következő lemezünk, ez a Senki nem ért semmit című lemez volt, és rákerült 3 kispárszám, és hát volt csodálkozás. De utána rendkívül sikeres lett, tehát milyen fonogramdíjat kaptunk rá, mi nem is gondoltunk, hogy mi népzenei együttes lévén ilyen díjat kaphatunk, hogy ennyire odafigyelnek erre, amit mi csinálunk. És akkor ezek a feldolgozások, ezek nagyon-nagyon szépen egyre jobban lettek a zenekar repertoárjának a állandó részei. A tavaszköszöntő koncertet hagyományteremtő céllal indították útjára a tavalyi évben. A szervezőt, Bankó Lászlót kérdeztük a rendezvényről. Ugye én a Galga mentén élek, és sokáig a hagyományőrzéssel foglalkoztam, illetve úgy fogalmazom én, hogy közösségteremtéssel foglalkozom, és
minden egyes ilyen esemény csak ürügy ahhoz, hogy embereket jó kapcsolatba lehessen hozni. Erről szólt elvileg az elmúlt időszak az életem, és kedvelve a folklort, kedvelve a Csík zenekart, kiderült, hogy még Gödöllőn nem szerepelt a zenekar, és ismerve az iniciálét, ez úgy gondoltam, hogy az első születésnapi buli, ami nem csak a zenekarnak egy nagy dolog, hogy Gödöllőn van, hanem ezt úgy fogtuk fel, hogy a Galgamente és Gödöllő zenei ünnepe. Idén a popzenéből a Kis Tibi, a Quimbyből fog jönni, ami amennyire látva az ő életét és elfoglaltságot egy külön ünnep számunkra, de természetesen most sem maradunk hűtlenek a Galgamentéhez, mert a szomszéd faluból, Turáról, nekem szomszéd falu, mert én Galga Évizen élek, a cimbaliben lesz, aki igyekszik majd a hangulatot megfelelően előkészíteni. Idén is számítanak-e annyi látogatóra, vagy esetleg még többre, mint tavaly? Hát többre igazán nem, mert hál' Istennek közel telt ház volt a záros befogadó képesség miatt, de azt reméljük, hogy közel annyi, vagy legalább annyi közönség el fog jönni. Elsősorban a hangulat miatt. Természetesen a gazdasági része sem elhanyagolható, de az a létszám adott volt ahhoz, hogy egy igazán jó hangulat legyen, és azt remélem, illetve a zenekartól később azt tudtam meg, hogy ők is nagyon jól érezték magukat, nem csak a közönség. És pontosan mikor és hol lesz a koncert? Március 9-én, szombaton este, Gödöllőn az Egyetemi Sportcsarnokban szeretettel várunk minden zenerajongót és mindenki olyat, aki közösségben jól érzi magát és szeret jó ízűt bulizni.